A babaváró kölcsön azoknak a házaspároknak nyújt segítséget, akik gyermekvállalás előtt állnak. Ők maximálisan 10 millió forintot igényelhetnek, amelyet szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában biztosít Magyarország kormánya a bankokon keresztül. A felvehető kölcsön összege 1 és 10 millió forint között van, a választható futamidő pedig 64 és 240 hónap, vagyis maximum 20 év. A jogszabály szerint a törlesztő részlet nem lehet nagyobb havi 50 ezer forintnál. Ez azt jelenti, hogy még a 10 millió forint felvételesen fogja túlzottan megterhelni a házaspárt. Az igénylés némileg eltér a személyi hitelekre való pályázástól. A babaváró hitelnél nem lehet teljesen online lebonyolítani a folyamatot, valamint szükség lesz TB igazolásra is, amit az ügyfélnek magának kell elintéznie. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy az igénylők házastársak legyenek, és a feleségnek 18 és 41 év közöttinek kell lennie. A hiteligénylés leadásától számítva 10 napon belül kell elbírálni a kérelmet. Jó hír azonban, hogy ingatlan fedezetre és az ezzel járó értékbecslésre nincs szükség. A babaváró hitel alapjául szolgáló jogszabály 2019. július 1-én lépett hatályba, és 2022. december 31-ig lehet szerződést kötni, azaz a házastársaknak több mint 3 év áll rendelkezésre. A kölcsönkérelem benyújtását követő 5 éven belül meg is kell érkezni egy újszülöttnek. A gyerek születés után a törlesztés 3 éves szüneteltetését lehet kérni. Ha a futamidő alatt második gyermek is születik, akkor a gyermekvállalási támogatással a fennálló tőketartozás 30%-a előtörlesztésre. A harmadik gyermek esetén pedig a teljes fennmaradó tőketartozás végtörlesztésre kerül. Ha a gyermek mégsem születik meg, a hitel folyósításától számított 5. év letelte után a kapott kamattámogatást, amit a pár helyett az állam finanszírozott, egy összegben 120 napon belül vissza kell fizetni. Egy 10 milliós támogatás esetén ez milliós tételt jelent. Ha valamilyen egészségügyi okból nem születik meg a gyermek, és ezt orvosi papír is igazolja, akkor felmentést adhatnak a kamattámogatás visszafizetése alól. A rendelet szerint azonban örökbefogadással is teljesülhet a gyermekvállalás. Novák Katalin államtitkár beszámolója alapján a július 1-én életbe lépett lehetőséget már mintegy 2000-en igényelték.